A napirendi pontok megtárgyalása előtt Szepesi Tibor polgármester köszöntötte Porok László Mátét, a Debreceni Szakképzési Centrum építés technológiai és műszaki szakképzőiskola tanulóját, aki az április 24 és 26 között a Szakmasztár Fesztivál keretében megrendezett országos szakmai versenyen központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő szakmában második helyezést ért el. Továbbá Farkas Mátét, a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium technikum és kollégium tanulóját, aki a mezőgazdasági gépésztechnikus országos szakmai tanulmányi versenyen második helyezést ért el. Felkészítő szakoktatója Futó Lajos. A Karcagi Sportegyesület karate és thaibox szakosztály versenyzői, ifjabb Gyarmati Imre, veterán, 40 plusz korosztály nehéz súlyban, Magyar Levente pedig U21 korcsoport 70 kg-ban szerzett Európa-bajnoki címet. Nagy István szenior korosztály plusz 90 kg-ban pedig harmadik helyezett lett. A sportolóknak az önkormányzat nevében Szepesi Tibor, az egyesület nevében pedig Orosz István gratulált. Köszöntötték Keseri Balást, aki megnyerte az Álommeló című televíziós műsort, és Balog Leventének, a Szentkirályi Magyarország Kft. Alapító tulajdonosának elnöki asszisztenseként folytatja tovább pályafutását. Köszöntötték Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművészt, aki a május 5-én megrendezett 6. Jászkun emlékülésen jászkunságért elnöki elismerő oklevélben részesült. A napirendi pontok megtárgyalása során elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárt számadása. Szepesi Tibor kiemelte, hogy a feladatok ellátása a biztonságos működés mellett az előző évekhez hasonló színvonalon takarékos gazdálkodással valósult meg, továbbá a fejlesztések is nagy ütemben folytatódtak. Mindkét napirendi pont kettő nem szavazat mellett került elfogadásra. A helyi kitüntető elismerések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására és a 2022. évi ellenőrzési jelentésre tett javaslatokat is elfogadta a testület. A Városi Önkormányzat Városgondnokságának éves összefoglaló ellenőrzési jelentése kapcsán Szepesi Tibor gratulálta az intézmény vezetőinek és dolgozóinak. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Karcagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Iroda szociális csoportjának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló is elfogadásra kerültek. Nagyné László Erzsébet megköszönte a központ és a szociális csoport dolgozóinak munkáját és azt, hogy ezt az igen nehéz, de nemes feladatot a két intézmény ilyen jól együttműködve látja el. Az Akácliget Gyógy és Strandfürdő szezonnyitó felkészüléséről szóló tájékoztatójának megtárgyalásakor Pánti Ildikó kiemelte a fürdő idegenforgalmi jelentőségét és szorgalmazta az uszoda intenzívebb kihasználtságára irányuló törekvéseket. Az Agrárminisztérium által meghirdetett Hungarikum pályázaton való részvételre tett javaslat is elfogadásra került, aminek sikeressége esetén a karcagi kolbász ízesítő és házi pálinka és házi kelt tésztás sütemények versenye válhat Hungarikum fesztivállá. Az önkormányzat és intézményei földgáz energia beszerzésére vonatkozó csoportos közbeszerzésre tett javaslatot is elfogadta a testület. A 15-től 32. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták. A 33. pótnapirendi pontot név szerinti szavazással fogadták el a képviselők, amely javaslat az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán alkotott országgyűlési határozathoz való csatlakozásról szólt, amellyel a települések is megerősítik Magyarország békepárti álláspontját. A szavazás előtt Lengyel János, Jobbik és Kozma Dániel, Momentum listás képviselők kivonultak a teremből.